Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit! A Weekend mai adásában megmutatjuk, milyen volt a régi Magyarország ízei gasztrofesztivál, és a legúj játékváros. Szó lesz az idén 20 éves vakok és gyengéllátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületéről, és egy új táncos tehetségcentrumról is. Először azonban, ahogy az előző adásban ígértem, egy kis Vidor Fesztivál, Molière Úrhatnám Polgár című balett komédiáját láthatta a közönség Pindrok Csaba szereplésével, vele és a zsűri elnökkel készült interjút láthatják a következő percekben. Jó, elnézést, attól a köpeny, hogy jobb a haja. Na, lökjed. Milyen érzés a Debreceni Társulattal játszani? Nagyon szeretem a Debreceni Társulatot. Nem is féltem előtte, mert már voltam vendég más színházban is, úgyhogy tudom, hogy ilyenkor hol van a helye egy vendégnek. Betartottam a játékszabályokat. Nagyon kedves kollégákat ismertem meg. Végén a premierkor meg is köszöntem nekik, hogy elviseltek pityeregve. Megszerettek szerintem ők is engem. És ön megszerette a karakterét, Jordan urat? Nem igazán szerettem meg. Ki kellett lépnem a komfortzónámból, és kilépek szívesen az adott időintervallumban, ami a színház, de nem egy nagyon nagy szélsőségek vannak, ha látszik, hanem a színpadon nagyon nagy szélsőségek kell bejárnom, teljesen ismeretlen vagy számomra. Hát lefedett területeket kellett megnyitnom, és egészen különleges vége van az előadásnak, egészen spirituális, ami szintén megvisel. Szóval egy kemény munka. Ön szerint mennyire aktuális ma a Molière? Molière az... Illetve az Úrhatnám Polgár nyilván. Molière is, meg maga az Úrhatnám Polgár is aktuális. Molière ugye nagyon nagy társadalmi kritikus volt, korszerű kritikusa, akit gyűlöltek, viszont a király elfogadta, szerette. Egy ilyen modern, udvari bolondjának tarthatta szerintem, akinek nem kellett bohózkodni, meg hülyeskedni ahhoz, hogy komolyan vegyék. Csak az ő felkérésére játszott már a végén, ez is ugye az ő felkérésére, Lajos felkérésére készült. Az Úrhatnám Polgár meg azért időszerű szerintem, mert ugye a magyar ember is olyan, hogy mindig kettővel jobban akar élni, mint amilyen szinten van. Ergo, akár két társadalmi osztály is szeretne ugrani egy emberöltőn belül, ami lehetetlen. Ez a mi tragédiánk, és ez a mi nagy mozgatóerőnk is, mert ebből születnek olyan elképesztő egyéni teljesítmények, amik a magyar nemzet fölteszik a térképre, akár a sport, akár a tudomány területén is. Viszont nagyon sokan ebbe belerokkannak. Éppen egy kamara előadás után beszélgetünk, amikor a zsűritől raboltam el, akikkel ugye beszélgetett, gondolom az előadásról. Milyen módszerrel beszélik meg, milyen módszerrel dolgoznak a zsűritagokkal? Előtte beszélünk az előadásról egyébként, tehát hogy mi várható, mit fogunk látni. Én nagyjából ismerem a rendezőket, a színészeket, a darabokat többnyire, úgyhogy én a civil zsűrinek mesélek erről mindig. Nem szoktuk megbeszélni utána, hogy mit láttunk, mert pontozásos rendszer van, mindenki elvonul és pontozza az adott előadást különböző módszerek szerint. Utána beszéljük meg, aztán később, amikor már lepontoztuk, hogy végül is egyezette a néző szemünk. És szokott egyezni, vagy általában egyezik? Általában egyezik. Természetesen én szakmai szemmel nézem, tehát többnyire azt szoktam figyelni, hogy az adott rendezés, az adott darab, az adott színjáték az mennyire szórakoztató, mennyire érdekes, mennyire köt le, hogy van megcsinálva, nyilván mögé látok a dolgoknak. A többi zsűritag nyilván közönség.
Tehát ők azt szerint néznek, hogy jól szórakoznak, vagy nem jól szórakoznak, leköti-e őket, vagy sem. És milyen érzés itt a zsűriben, a Vidol zsűriében dolgozni zsűrielnökként? Hát csodálatos, nagy megtiszteltetés egyébként, hogy én lehetek az elnök. Nekem ez egy nagyon klassz, kulturális nyaralás tulajdonképpen. Visszajöttem Nyíregyházára, és nyaralok úgy, hogy közben csodálatos előadásokat nézek. Számos vígjátéki szerepben láthattuk itt Nyíregyházán, és rendezett is. Ön szerint mi kell ahhoz, hogy egy igazán jó vígjáték szülessen? Kell egy jó darab, kell egy jó rendező, és csodálatos színészek. És nagyon jó tempó, ritmus érzék. Az, amikor nem viccelni akarunk a színpadon, hanem igazán a szituációk azok, amik nagyon szellemesek és szórakoztatók, amiben sodródnak a szerepek. Ez már a 23. Vidor Fesztivál, és én úgy gondolom, hogy a közönség nagyon szereti. És szakmai körökben mennyire szeretik a kollégák? Esetleg van erről alkalom beszélgetni? Persze van erről alkalom beszélgetni, és éppen most beszélgetem civil emberekkel, és kérdezték, hogy szerintem ez a Vidor Fesztivál, ez az országban hol helyezkedik el. Szerintem lassan, szép lassan egyenrangú lesz az országos színházi találkozóval. Az, hogy ez egy speciális fesztivál, hogy vígjátéki fesztivál, ilyen sehol nincs a világon, hogy csak vígjátékokat játszanak. Természetesen itt is találhatunk azért nem csak vígjátékot, de hogy többnyire ez látható, és ez egyedülálló. És én erre nagyon büszke vagyok, és szeretném, hogyha továbbra is így maradna, még 23 évig. A 23. Vidor Fesztivál színházi versenyprogramját az Aranylakodalom című bohózat zárta. Ez a darab nyerte a Dottóra díjat a legjobb nagy színpadi előadásért. Az ebben játszó Nagy Sándor kapta a legjobb férfi alakításért, Nára Erika pedig a legjobb női alakításért járó elismerést. Nézzünk bele az előadásba. És ott volt egy fehér öreg ember, és ott állt előttem Szent Péter, de már előtt is Morgan Freeman járt. Hogyan lett a legénybúcsúból ilyen hirtelen aranylakodalom? Legénybúcsú maradt, tehát nem változtattam azon a darabon, az hál' Istennek nagy sikerrel fut továbbra is, mint Budapesten, egyébként itt Nyíregyházán is, és amikor a Legénybúcsú című darabnak ilyen komoly sikere lett, akkor már egy picit gondolkoztam, fontolgattam azt, hogy lehet, hogy ez a történet érdemes arra, hogy jó néhány szereplő átkerüljön egy másik történetbe. Két évvel később játszódik ez a darab, az sok minden történik a szereplőkkel. A Legénybúcsúban szereplők nagyjából 50%-a megtalálható az Aranylakodalomban is, de van egy csomó új szereplő is természetesen, míg a Legénybúcsú az egyik srác, addig az Aranylakodalom a másik srácnak az esküvője környéki eseményekről szól. És a kollégái hogyan fogadták, hogy folytatás is van? Nagyon örültek neki, azok, akik benne vannak az Aranylakodalomban, de természetesen azok is nagyon velünk voltak, akik a Legénybúcsú után az Aranylakodalomban nincsenek, de lehet, hogy a harmadik részben majd lesznek. Érdekes volt, ilyet nyilván nem is írtam még, de nem is rendeztem még ilyesmit, hogy tulajdonképpen karakterelemzést kevesebbet kellett csinálni, hiszen addigra már 100 előadás fölött volt a Legénybúcsú, és kevesebbet kellett elemezni a szerepeket, hiszen ismerték a szerepeket a színészek. És ön melyik részét, hogy úgy mondjam, szereti a legjobban, hogy író az előadásnak, hogy rendezője, vagy hogy szerepel is benne? Vagy mind a három egyforma? Azt hiszem, hogy itt az íráson van a legnagyobb hangsúly, mert nagyon pontosan meg kell rendezni egy ilyen darabot természetesen, de az az írás közben történik leginkább. Tehát az, hogy kivel mi történik, mire gondoljon, adott esetben az is, hogy hova lépjen, hova menjen, hol üljön, hol álljon, azért azt az írás során találom ki. Szóval leginkább egy ilyen darabnak, azt mondom, hogy a sikerének az egyik kulcsa az egyértelműen az, hogy mi van a papírra leírva, a másik kulcsa pedig az, hogy a színészek jól eljátsszák, de erre azért garancia volt már a Legénybúcsú is. És készül a harmadik rész, megkérdeztetem? Volt egy olyan fázis a Legénybúcsú sikere után, amikor így
csak így elkezdtem gondolkozgatni, hogy milyen, ez olyan, hogy így megyek, és akkor így mindenféle ilyen fotók így a fejembe így belőnek, hogy mik tudnak történni ezzel a két figurával, akik a főszereplői a legénybúcsúnak, és nagyjából ebben a fázisban járok most a harmadik résszel kapcsolatban, hogy tudom, hogy egyszer meg kell majd írni, gondolkozgatok rajta, és néha előjön egy-egy fénykép a harmadik részből. Na, ilyen borzalmas, akkor nem kell. Kedveled ezt a karaktert itt az aranylakodalomban? Én nagyon kedvelem, persze, de hát ugye ez a folytatása a legénybúcsúnak, és hát mindig a Másnaposok című film jut eszembe, ahol bajt bajra halmoznak ezek a fiatalok, és nem azért, mert rosszat akarnak, hanem mert valahogy tényleg minden összeomlik, amihez hozzáérnek. Szerinted mi a titka annak, hogy egy igazán jó vígjáték szülessen, ami esetleg akár díjat is kaphat itt a Vidor Fesztiválon? Alapvetően ugye a Karinti után szabadon a humorban nem ismerek tréfát elvén működik minden jó vígjáték szerintem, amiben mind a verbális, mind pedig a helyzet komikum meg tudja mutatni magát, és azt gondolom, hogy mind a legénybúcsúban, mind az aranylakodalomban ez a két dolog abszolút passzol, illetve nagyon nem mindegy, hogy kik játsszák, hogy mennyire ismerik a műfajt, mennyire tudják, nagyon jó ritmus érzéknek kell lenni ahhoz, hogy az ember egy vígjátékot jól tudjon játszani szerintem. Illetve minden jó vígjátéknak van egy mélység az alján, és én azt gondolom, hogy itt alapvetően a mi barátságunk kerül megint pengeére, és alapvetően megint a nők körül forog minden természetesen, bár itt a pénz is, mint ahogy a legénybúcsúban is nagy szerepet kap, vagy annak a hiánya. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon összetett, és ugye régen ez egy lenézett műfaj volt, de aki játszott már életében végjátékot, az tudja, hogy ahogy egyszer az Agárdi Gabi bácsi nyilatkozta, hogy bohócnak nagyon nehéz lenni jó bohócnak, és én is azt gondolom, hogy ezt is csak szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy szabad csinálni. Honnan kár? Ne csak ászik, Neymar, nem vagy háborodva félfele, hozz mensz be, odad a sosa! Én is van, ezt nem nézem tovább, nagyapa kitartás! Alig, hogy véget ért a Vidor Fesztivál a Móricz Zsigmond Színház szervezésében, a teátrum művészei gőzerővel elkezdtek készülni az új évadra, két olvasópróbáról következik egy összeállítás. A tervek szerint így fog kinézni a Játszd újra Szem című komédia díszlete a Móricz Zsigmond Színház Krúdi Kamara termében. Woody Allen vígjátékát 1969-ben mutatták be New Yorkban, de a világhírt az 1972-es azonos című film adaptáció hozta el számára. Kírják Robert, a Nyíregyházi Teátrum igazgatója, az olvasópróbán azt mondta, a darabot legutóbb a Tatabányai Színház művészei játszották nagy sikerrel, a Víg Színházban pedig több mint 40 éve van műsoron. A Nyíregyházi Színház színművész rendezője Rák Zoltán szerint a mű örökérvényű kérdéseket feszeget rendkívül szórakoztató formában. Olyan témákkal foglalkozik, mint a férfi és nő közötti barátság, vagy mi van egy emberrel, amikor elhagyja őt a felesége, mihez nyúl, hogy éli túl, ezek egy ilyen fontos dolgok, mindig örökérvényű dolgok az ember életében, úgyhogy emiatt lett ez a darab kiválasztva, és hát nem sok Woody Allent játsznak ám színpadon, talán ez a Játszd újra Szem, ez van leginkább, és ezt eredetileg egyébként színpadra is tervezte, tehát ez a Broadway-n színdarabként működött, és akkor utána került ez filmre. Úgyhogy talán ez az egyik legjobb színpadi munkája, vagy színpadra kész munkája, azok mellett, amiket írt, mert egy csomó mindent arra írt, és nem lett belőle a film. A rendező hozzátette, mind az eredeti színdarab, mind pedig a film adaptáció sikerében nagy szerepe volt a Woody Allen Diane Keaton kettősnek, akik egy ideig a valóságban is egy párt alkottak. Rák Zoltán szerint a nyíregyházi előadás egyik különlegességét is az adja, hogy a Nancy-t és Félixet alakító főszereplőket a magánéletben is erős szálak fűzik egymáshoz. Mint Woody Allen és Diane Keaton esetében is itt is egy pár fogja játszani a Lindát és az Ellent, Tóth Zolka személyében is, Szélez itt a személyében. Szóval ez már nekem ad egy ilyen löketet hozzá, másrészt kiváló színészeknek tartom őket, és még Zitának régebben mondogattam is, hogy van benne valami Diane Keaton-os, ettől függetlenül, aztán ez egy ilyen megtalálta, és azt gondolom, hogy aki Woody Allen karakterét meg tudja formálni ebben a színházban, az
az arra úgy egyből eszébe jut a Tóth Zolka az embernek. Tóth Zolka is Széles Zita mellett a színpadon Horváth László Attilát, Kosik Anitát, Ijés Ákost és Nyári Diát láthatja a közönség. A díszletért Ondrasek Péter, a jelmezért Cselényi Nóra felel. A bemutató október 11-én lesz a Krúdi Kamarában. Egy másik olvasó próba a Móricz Zsigmond Színházban, ezúttal egy olyan darabé, amely félig mese, félig musical, és általában 9-től 99 éves korig bárkinek ajánlják. A Padlást bemutatása óta csak a Víg Színházban több mint 1000-szer játszották, de a Móricz Zsigmond Színházban is bemutatták még 2003-ban. Az akkori előadásból hárman Horváth Margit, Jenei Judit és Tóth Károly ezúttal is szerepet kaptak. Gémes Antos rendező szerint egy klasszikus darabról van szó, amely nem szorul radikális újraértelmezésre. Vannak olyan részek, amiken érdemes kicsit maszatolni, vagy kicsit változtatni. Például én azt gondolom, hogy a robot, vagy hát ez a számítógép, amelyik volt a bemutatón, ez ma már teljesen mást jelent, máshol tart a technika. Ezt talán érdemes használnunk, vagy érdemes a mai életünkhöz passzintani. Meg talán egy picit azt gondolom, hogy a teret azt nagyon jól sikerül használnunk. Egy klasszikus bérházat sikerül oda álmodni, ami funkcionalitásában borzasztóan segíteni fog a musical kiállításához. A férfi főszereplőt Tar Dániel alakítja, akit a darabban rádiósnak hívnak. A rendező szerint szép feladat elé állít bárkit Kaszás Attila után megformálni ezt a figurát, ugyanakkor a többi karakterben is számos lehetőség rejlik. Talán a rádiós tekintetében Kaszás Attilának volt ez nagy híres szerepe. Ott van egy olyan súly, ami elég nehéz lehet. Ugyanakkor meg mindegyik nagyon jó szerep, minden szerepnek nagyon jó dalai vannak, és én igyekszem azokat a szerepeket is valahogy így a kollégákkal együtt majd felturbózni, amik az eddigi verzióban nem kaptak nagy lehetőséget. Horváth Péter, Stevanich Dusán és Presser Gábor padlása a Nyíregyházi Teátrum színpadán, Gémes Antos rendező, Boldizsár Zsolt díszlettervező, Mihak Gábor jelmeztervező, Fosztó András koreográfus és Csontó András grafikus közreműködésével elevenedik meg, amely a rendező szerint egy látványban és humorban gazdag előadás lesz. Én abban hiszek, hogy egy jó gyerekelőadás, az ma már családi előadás. Magyarul, ahogy egyébként a Disney működik, ahogy én a gyermekeimmel meg tudok nézni egy Disney nagy filmet úgy, hogy én is jól érzem magam, szerintem ma a színháznak ez feladata. Hogy ne csak az adott korosztálynak szóljon, hanem szélesítse ezt, és akkor járunk jól, hogyha a szülők is legalább olyan jól szórakoznak, mint a gyermekeik. A nagyszabású családi musicalt október 19-én mutatják be a Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán. A Magyar Táncművészeti Egyetemnek már Nyíregyházán is van tehetségcentruma. Vendégünk a Nívódíjas modern tánc pedagógus Rácz Erika. Szia, jó estét! Ja. Hát ez nagyon nagy megtiszteltetés, azt gondolom, egy táncpedagógus életében, de nyilván nem adják ezt olyan könnyen, azért ehhez évtizedeken keresztül nagyon komoly szakmai eredményeket kell elérni, és hát hál' Istennek, illetve a te tehetségednek köszönhetően a reflexes lányok az elmúlt években is sorra nyerték a versenyeket. Gyakorlatilag most már szinte minden előadás koreográfiája mellé el kell mondani, hogy hány arany vagy ezüst minősítést kaptak érte különböző fesztiválokon, versenyeken, úgyhogy hát ehhez szívből gratulálunk, de mesélj egy picit az előzményekről, hogy kell ezt a nézőknek elképzelni. Van egy szövetség, a Táncpedagógusok Országos Szövetsége, melynek a versenyeire 34 éve jár a Reflex, és jó pár évvel ezelőtt érkezett egy új tánc együttes is, egy kisebb balettcsoport, amelynek a vezetője Szit Melinda, aki a Táncművészeti Egyetem klasszikus balettanszékének mesteroktatója, és igazából ő elmondása szerint azzal a céllal is van ezeken a versenyeken ott,
mind a gyerek ifjúsági junior versenyeken, döntőkön elsősorban, mert azok vannak Budapesten, hogy keresgéljen, hogy tehetségeket fedezzen fel, mint ahogy a mi esetünkben is megtörtént, hogy két gyereknek ott felajánlották, hogy nyitva az ajtó és jöhettek, tanuljatok, illetve hogy azokat a pedagógusokat megtalálják, akik azt a színvonalat képviselik, ahonnan már komolyan előképzett gyerekek mehetnek a Táncművészeti Egyetemre felvételizni. Lehet azt mondani akkor, hogy azok, akik most már itt Nyíregyházán bekapcsolódnak az ilyenfajta szakmai munkába, és valóban elhivatottak, és a tánc területén képzelik el gyerekeiket vagy önmagukat, akkor szinte innen már csak egy lépés a Táncművészeti Egyetem? Hát tulajdonképpen ez egy előszöbb, tehát hogyha valaki jelentkezik erre a képzésre itt Nyíregyházán, nyilván ez nem azt fogja jelenteni, hogy automatikusan bekerül a képzésbe. A Melinda érkezik a felvételére, ő fogja tartani a felvételit az Evangélikus Általános Iskolában, a Reflex Modern Tánc Stúdió otthonában tulajdonképpen, és már ott lesz egy előszűrő, hiszen azok, akik hosszú távon nem alkalmasak bizonyos okok miatt a felvételire, az egyetemi felvételire, tulajdonképpen ebben a képzésben is csak hobbistaként lehetnek jelen. Természetesen nem zárunk ki senkit, csak itt az a fontos ugye, hogy megtaláljuk, felkutassuk a tehetségeket, itt van a lehetőség, lehet jönni, hogy gondozzuk ezeket a tehetségeket, magyarul én tovább képezzem őket, hogy könnyebb legyen a felvételi, sikerüljön a felvételi, illetve hogy a szülőkkel sokkal közvetlenebb legyen a kapcsolat, hogy egyáltalán belelássanak, megértsék, elmondjuk nekik, beszélgetni tudjunk arról, hogy miért is sikerül egy felvételi, miért nem, mi az oka annak, hogy ezt a gyereket nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha jelen lenne a képzésen, vagy jöhet az a adott kislány, csak éppen nem olyan tág, nem olyanok az ízületi adottságai, tehát itt nagyon sok kritériumnak kell megfelelni. Értem, tehát nem elég mondjuk egy alkati paraméternek megfelelni, hanem ott minden számít, tehát az izomzat, a hajlékonyság, stb. Így van, és amit esetleg az én szemem nem vesz észre, mert azért valljuk be, az, aki a amatőr oktatásban van, annak a szeme mást lát, mint egy professzionális mesteroktatói, aki ráadásul az ország balerináit képzi, többek között ő is. Ő tudja, hogy ránéz egy gyerekre, és rögtön látja, lefekszik az a gyerek, kiforgatja a lábát, stb. Rögtön látja, hogy mi az, aminek megfelel, ami nagyon jó, vagy amiben esetleg hiányosság van. Hát igen, tulajdonképpen ezek nehéz pillanatok, mert mondjuk valakiben van egy álom, és akkor akár már most az elején mondjuk le kell róla mondania, de hát még mindig az életben annyi minden lehetőség van. Még azt gondolom, hogy még mindig sokkal jobban el lehet fogadni, mint aki mondjuk tényleg már ott van az ajtóban, és mondjuk egy sérülés miatt, vagy bármi miatt, aztán mégiscsak fel kell adni azt az álmot, hogy mondjuk profi táncossá váljon, mert hát ugye sajnos erre is van példa. Különbözik-e a képzés mondjuk akkor, hogyha hobbisták lesznek, tehát csak tényleg a tánc szeretetért járnak a Reflexbe, vagy hogyha komolyabb terveik vannak? Természetesen különbözik, hiszen mi pedagógusok, akik ebben a tehetségcentrum körben benne vagyunk, mi megkapjuk az egyetem által kidolgozott módszertant, és nekünk kötelezően azt kell tanítanunk, mert itt tudjuk igazán felkészíteni a gyerekeket, gyakorlatilag nem kell elmenni a régi balettintézetbe, a Táncművészeti Egyetemnek az előképző stúdiójára Budapestre, hanem itt Nyíregyházán és az országban több ilyen tehetségpont is van. Szabolcs megyében a Reflex képviseli ezt a tehetségpontot, és itt szeretném kihangsúlyozni, hogy a teljes megyéből, tehát nem csak nyíregyháziakat várunk erre a felvételire, hanem igen, utazni kell, áldozni kell rá, de hát ha valakiben ott van az a kis plusz, akkor jöjjön és próbálja ki magát, és mind klasszikus balett, mind modern táncos előképzettséggel rendelkező gyerekek jöhetnek erre a felvételre, hiszen nekem is vannak olyan növendékeim, akik vagy klasszikus, vagy pedig modern tánc szakon tanulnak most az egyetemen. Van egy bizonyos határidő, vagy hogy lesz ez a gyakorlatban maga a felvételi? A egyetemnek a honlapján megtalálható a tehetségpontok fül alatt
egy jelentkezési lap, de egyszerűbb a Reflexre rákeresni a Facebookon, és ott minden információ megvan, ott van a link, hogy hol kell jelentkezni. Tehát van egy előzetes jelentkezés, jön a Melinda, megnézi a gyerekeket, és ott már ő közli a szülőkkel, hogy ki az, aki bekerült ebbe a képzésbe. Ez a felvételi szeptember 14-én szombaton, ez délután 3 órától. Erika, és egyéb iránt, ugye elkezdődött egy új tanév, gondolom, hogy készültök most is a különböző fellépésekre, meg a versenyekre. Tudsz már valamit arról, hogy ez az év mennyire lesz nehéz ilyen szempontból? Jó sokat fogunk dolgozni, mert nem bírok otthon ülni, és alkotunk. Nem csináltam még ilyet, de hatalmas vágyam volt már. Kitaláltam, hogy csinálunk egy mesedarabot, egy 30 perces kis önálló kis színházi produkciót, úgyhogy most, és akkor ebből egy 60 gyerek fog szerepelni. Úgyhogy most ezt alkotom, hogy mi hogyan legyen, ezt rakom össze a fejemben, bár már a próbákat elkezdtük, novemberben megyünk Budapestre, és ott fogjuk bemutatni először ezt a kis mesedarabot. Na hát sok sikert, és a leendő balerináknak pedig azt kívánjuk, hogy ne izguljanak, de azért adjanak bele apait, anyait. Köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm. Kedves nézőink, nagyon elszaladt az idő, tartunk egy kis szünetet, de csak a híradó erejéig, aztán gasztronómiával és Legóval folytatjuk, maradjanak velünk. Üdvözlöm újra a Weekend nézőit, remélem már mindenki vacsorázott, mert ha nem, a következő felvételek a nyugalom megzavarására lesznek alkalmasak. Stábunk ugyanis a Régi Magyarország Ízei című gasztronómiai fesztiválon járt. Mai napra éhes hasra, szemnek szép, szájnak ízletes, fülnek érdekes, hirdeti a tábla. Civil szervezetek és hagyományőrző csapatok 18 helyszínen készültek finomabbnál finomabb ételekkel. Ezen a rendezvényen utoljára, jövőre ugyanis új formát ölt a 2016-ban indult fesztivál. Milyen hagyományra tekint vissza a mai rendezvény, és mi mindennel várjátok itt az érdeklődőket? A Kóstolja meg Magyarország jogutódjaként hívtuk életre 2016-ban a Régi Magyarország Ízei gasztrorendezvényt. A gasztrorendezvények sokaságában ez egy kuriózum volt mindig is, és a megyében egyik legkülönlegesebb ilyen főzős rendezvény volt, ahol nem egy típusú étel főtt a fazekakba, hanem mindenféle tájegységből próbáltak olyan főzőcsapatok érkezni, akik mindenféle ételt a levestől a desszertig tudtak kínáltatni. Ez a rendezvény utolsó napját éli meg a Régi Magyarország Ízei, ebben a formában befejeződik, hiszen olyan sok gasztrorendezvény van az egyes településeken, hogy azt gondoljuk, hogy nekünk egy teljesen újfajta rendezvénye kell előállni, erre készülünk már egy jó ideje, de hogy normálisan, szépen, tisztességesen befejezzük ezt a rendezvény sorozatot, ugye elhívtunk 18 olyan csapatok, akiket legjobban kedvelünk, szeretünk. Amellett, hogy Szatmár Beregi és nyírségi ételeket mutatunk be, fontos számukra, hogy kitekintsünk a határon túlra, és mivel, hogy egész évben a kárpátaljai magyarságra fókuszáltuk, így Kárpátaljáról érkezik egy vendég főző csapat, aki egy ruszin csoporttal együtt érkezik, ők a Jó Barátok csoportja, érdemes hozzájuk elmenni, hiszen magyarosított ukrán ételeket és igazi ruszin finomságokat kóstolhatnak a vendégek. És ha már Ukrajnánál tartunk, itt van velünk a nyíregyházi ukrán nemzetiségi önkormányzat, akik hamisítatlan borslevest készítenek. Évekkel ezelőtt jártak itt utoljára az első Régi Magyarország Ízei rendezvényen, és most örülünk, hogy itt vannak. De természetesen a bihariak is megtiszteltek bennünket. Nagy Ecsed, Lápi vidékét, a lápi betyárok mutatják be finom étkekkel, és hát természetesen, ha Nyíregyházán vagyunk, akkor a tirpák ételek a tirpák portán készülnek. Az Igrice Néptánc Együttes főzőhelyén a Prima volt a zenekar húzta a talpalávalót, és amíg a finomságok főttek, az együttes tagjai táncra perdültek, a látogatók nagy örömére.
Itt már a nagyecsedi lápi betyárok kondérjában fű a kavart káposzta a füstölt hússal, és ahogy ők mondták, titokkal fűszerezve. Lápi betyártanya, honnan érkeztek ide ma a múzeumfaluba? Mi Nagyecsedről érkeztünk, a Láb fővárosából, mert ugyanis azt gondolom, többen is tudják, hogy a Láb Nagyecsed, Ballaj átja határon nyúlik, úgyhogy mi onnan érkeztünk. És mi fő ebben a kondérban, ha minden igaz, én nagyon sok káposztát látok benne? Ebben egy úgynevezett kavart káposzta névre hallgat a köznépi úgymond szóhasználatban, de egy kicsit fűszerezünk füstölt hússal, meg egyéb mondjuk titokkal. Mit jelent ma az, hogy valaki betyár, betyárkodni, vagy ez csak egy fantázia név? Mondhatnám, hogy fantázia név is egyben, de mégsem teljesen igaz ez, mert ugye vannak némi hagyománya, ezt próbáljuk még őrizni, eleveníteni fel a bújdosást, tehát a láb megint ugye erről szólt, hogy a betyárok tudták, meg a csikászok, hogy hol lehet elmenni. Aki egy lépés mellé lépett, az már oda veszett a lábba. Nagyecsedet említettük, ez egy tipikusan tájétel, amiről beszéltünk, és mi az, aminek még Nagyecseden hagyománya van a gasztronómiában? Nagyecseden sok mindenek van hagyománya, többet közt a szabolcsi töltött káposzta, egyrészt ott is csinálják, meg ugye itt, amit mi próbáltunk felvonultatni, tehát a lápon, meg a szegénység az eledere. Egy úgynevezett becsánkának kívül, de ez egy lapcsánka, alapanyagú, de kicsit azért megbolondítva a füstölt szalonnával, füstölt hússal, kaporral, tehát különböző ízeket fogunk itt előadni, mert ez volt ugye úgymond, hogy meg tudtak fizetni az emberek a lápon. Ami kikerült úgymond a mostani szupermarket, ott nem létezett még akkor. Mindenki azt főzte, amit talált. A megnyitót követően a zsűri hamarosan el is indult, hogy meglátogassa a főzőcsapatok sátrait. A zsűriben foglalt helyet Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktár elnöke. Ami a legfontosabb egyébként a zsűrizésen túl az, hogy itt lehetek, és valóban egy értékközpontú intézményben vagyunk, ahol a legfontosabb az, hogy az örökségünk, az a kulturális örökség, épített örökség, az a természeti örökség, ami a vármegyét jellemzi, az megmaradjon, azt meg lehessen mutatni, azzal meg lehessen érinteni embereket, gyerekeket, és ennek pedig az a célja, hogy majd a későbbiekben ők ezekkel az élményekkel gazdagodva majd hasonló értékközpontú világot építsenek fel maguk körül, és aztán reméljük, hogy majd egy kicsit tágabb körben is. Ez a célja a múzeumfalunak, ez a célja a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktárnak, értékőrzés és értékek teremtése. Aki nem volt éhes vasárnap, az legúszhatott is, hiszen újra a játékvárossá alakult a Nyíregyházi Egyetem. Színpadi műsorok, tudományos előadások, kreatív játékok és számos érdekesség várta az érdeklődőket. Szinte életnagyságú LEGO figurák várták az érdeklődőket a Nyíregyházi Egyetemen. A kampusz épületeiben különféle előadásokat és látványos LEGO alkotásokat tekinthettek meg az érdeklődők. Természetesen idén is több milliónyi kockából építhettek a LEGO játék rajongói. A LEGO a családok életében jelentős szerepet játszik, elsősorban azért, mert a különböző életszakaszokban nagyon fontos a játék. Emellett azért is, mert a készségfejlesztésben is elengedhetetlen. Itt a rendezvényen is arra törekszünk, hogy a játékon keresztül történő tanulás, az élmény alapú tanulás valósuljon meg. Amikor játszol, észre sem veszed, hogy a játék közben fejleszted valamilyen készségedet, és ezáltal a kompetenciáid is észrevétlenül fejlődnek. Ha
vasárnap nincs színház, akkor az apukák legózni hozzák a fiaikat? Jobb esetben igen, egyébként, hogyha már kialakult ez a helyzet, hogy ez van Nyíregyházan, akkor muszáj kihasználni, és valóban vasárnap legalább egy színész is ráér, és akkor el tudja hozni a fiait. A ti életetekben a Legónak milyen szerepe van otthon? Mindennapos szerepe van tulajdonképpen. Állandóan rálépek például éjszakánként, az egy nagyon komoly szerepe, a feleségem is, de egyébként építkezünk belőle, tehát azt szerintem nagyon sokat fejleszt, és már amikor én voltam gyerek, akkor is nagyon szerettük. Milyen legókkal játszanak? Milyen korúak most a fiúk? Vegyes, főleg még a dupló megy, tehát a nagyobb típusú legók, aminek jobban örülök, mert nem fáj annyira, hogyha rálép az ember, de a kicsi legókkal is, hogy tulajdonképpen a normális legó most már nagyon érdekli őket. Tavaly rendeztük meg először a LEGO játékvárost, akkor azt ünnepeltük, hogy 15 évesre a Nyíregyházi LEGO-gyár, de már régóta készültünk egy ilyen rendezvény, amikor sokan együtt a nyíregyháziakkal tudunk önfeledten játszani, és hát tavaly az mutatkozott meg, hogy nagyon is érdekli az itteni családokat az ilyen típusú rendezvény. Számításaink szerint itt egy 20 000 voltak kinn a főtéren, illetve a Váci Mihály Művelődési Központban azon a napon, úgyhogy nyilvánvalóan egyből azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne ezt megismételni, de közben azon is gondolkodtunk, hogy hogyan csináljuk meg még egyszer ugyanazt a rendezvényt ugyanott. Ezért aztán, mivel nekünk az egyik fókuszpontunk az a játékon keresztül történő tanulás, nem csak a játék, ezért adta magát, hogy itt ezen a színes egyetemi kampuszon, ahol bőven vannak olyan helyszínek, ahol meg tudunk egy ilyen rendezvényt rendezni, hogy ide szervezzük meg az idei játékvárost. Ibrányváros és a Hét Határon Túl Családkutató Egyesület idén 5. alkalommal szervezett nagyszabású konferenciát. Erről az eseményről következik most egy rövid összeállítás. Időigényes és izgalmas munka a családfakutatás, vallják azok, akik már beleásták magukat felmenőik történeteibe. Első körben a családban érdemes kutatni, megkérdezni a szülőket, nagyszülőket, dédszülőket, aki még él. Felkutatni, akár a padlásra is fölmenni, hogyha van erre lehetőség, megnézni, nincs esetleg ott fent valami olyan irat, mert már nem egyszer fordult elő, hogy a család például a számhatásáról nem sok mindent tudott arról, hogy hol születtek, hol éltek, ki merre ágazott el, melyik családi rész merre, és nagy meglepetésre nem egyszer történt van, hogy a padláson találták meg ezeket a leírásokat, mert valakinek fontos volt. Illetve minden család, általában minden családban van egy olyan ember, általában hölgyek szoktak azok lenni, akik nagyon jól emlékeznek arra, hogy ki, merre, mikor, hol házasodott, mit csinált, és ez nagyon nagy információkat szokott jelenteni, és onnantól persze viszont például a Family Search oldala az mindenki számára elérhető, az egy ingyenes oldal, a Mormon Egyházhoz köthető, ott regisztrálni kell, és ott nagyon sok anyakönyv megtalálható, gondolok azokra, amik kutathatóak, mert van olyan időszak, ami nem kutatható, de van, ami kutatható, 1800-as évre gondolok leginkább, és ott el tovább lehet vinni a szálakat. Amennyiben nem, akkor érdemesebb elmenni egy levéltárba, vagy pedig olyan embernek a segítségét kérni, szakembernek, aki ebben jártas. Ibrányban 5. alkalommal hallhattak az érdeklődők a családfakutatás alapjairól, és kaphattak ízelítőt a kutató munka érdekességeiről a Hely Történeti és Családkutatók konferenciáján. A tavalyi évben volt először, hogy ilyen 50-50%-ban online és helyszínen Kálmánházán szervezték meg, és Nagy István a főszervező úgy gondolta, hogy mivel dr. Nagy Ferenc a levéltár nyugalmazott igazgatója idén lenne 80 éves, akkor emlékezzünk meg őróla, és éppen ezért, mert hogy neki azért nagyon nagy sikerei voltak itt a kutatásokban, akár az Esbóhalmi kutatásban, akár amikor még ő itt tanított és történelem tanár volt, a gyerekeket rendszeresen kivitte ásatásokra. Az 1300-as években már egy oklevélben említették Ibrányt, de ettől jóval korábban is éltek a településen. Erről is szólt a városi helytörténész előadása, aki több mérföldkövet is kiemelt a település életéből. Két olyan jelentős mű született
amely Ibrány történetét feldolgoz. Az első az dr. Nagy Ferenc nevéhez kapcsolódik, aki a levéltárnak volt az igazgatója, a másik pedig Hegedűs Dezső és Szurdoki Miklósnak az Ibrány című, Ibrány története című kiadványa, amely már igen-igen részletesen feldolgozza ezt a, ennek a településnek a múltját egészen a 20. századig. Mielőtt a nézők elindulnak a könyvtárba, hogy megkeressék ezeket a kiadványokat, egy kis kedvcsinálónak, akkor emeljünk ki egy olyan momentumot Ibrány életéből, ami igazán jelentősé tette ezt a várost. Itt talán azt említeném meg, hogy 1703-ban az Ibrányi bárban összegyűlt nemesek Ibrányi László akkori birtokos vezetésével az elsőként álltak Rákóczi fejedelem mellé. Ez szerintem egy nagyon jelentős esemény. Sajnos ez a vár ma már nem látható, nem talál. A helyét tudjuk, de egyébként többet nem tudunk, még részkart sem maradt fent róla. A másik ilyen pedig a Lónyai családhoz fűződik, illetve Sédeni Ambrózi Györgyhöz, akik a Lónyai család létrehozott három olyan tanyát Nagy-Erdőn, amely dohánytermesztéssel és gyümölcstermesztéssel foglalkozott, és ez egy jelentős jászságból beáramló néptömeget jelentett, aki Ibrányba telepedett le, és ezeknek nagy része ma is Ibrányban él a leszármazottak, illetve hát ezzel meghonosított olyan termesztési kultúrát, ami addig Ibrányban nem volt jelentős. Így ez főleg az almatermesztés, illetve amiről kevesen tudnak, hogy a mentatermesztés is Ambrózi kezdte el itt a környéken termelni. Hogy a konferenciát Ibrányban rendezték meg, nem véletlen. A szervező hét határon túl családkutató egyesület elnökének személyes kötődése van a városhoz. Azt is tudom, hogy Ibrányban is nagyon fontos dologként tekintenek a múltra, a múlt értékeire, hogy milyen fontos számukra ez az érték, ez a kulturális érték, és ez a kettő kicsit összekapcsolódott egymással. Fél évvel ezelőtt körülbelül megkerestem a polgármesterről, elmondtam neki, hogy mit szeretnénk megvalósítani ebben az évben is, hiszen már négyszer ezt megvalósítottuk. Elsőre felkarolt az ötletünket, tényleg egy szuper csapattal támogatta azt, hogy ma ez a rendezvény megvalósulhasson, és mint mondtam, van nekem is szálam, Gerák nevezetű családi szálam van, valamikor olyan 150-160 évvel ezelőtt itt született az ők nagymamám, és így kerültem igazából kapcsolatba elsőnek Ibránnyal. És azért is kerültünk ide, felkutattam a család egy részét, és amely ez megtörtént, gondolkoztunk egy olyan dologban, hogy például egy család találkozóban, itt ebben az évben, itt Ibrányban, erre sajnos nem került sor, de várhatóan, illetve voltak itt már itt a családi ágakból, akik ide számaszt kötődnek a családhoz, voltak már itt, a nap folyamán még úgy gondolom még jó néhányan el fognak jönni, talán a későbbi folyamán majd lesz ebből valóban egy családi családtalálkozó. Ha minden jól megy, akkor annyi anyag van már, hogy akár egy kisebb kiadás is, könyv is, vagy valami hasonló meg fog majd jelenni ebből. A konferencia mellett egy kiállítás is várta az érdeklődőket. Olyan egykori nemesek, ismert emberek családját és múltját mutatták be a rollapok, akik leszármazottai még ma is élnek. Hogyha vannak jó információink, akkor nagyon szépen gördülékenyen vissza lehet követni. Viszont ugye tudjuk, hogy 1895 előtt csak egyházi anyakönyvezés volt, ezért, hogyha valaki evangélikus leszármazottja ma, akkor lehet, hogy evangélikus anyakönyvekben keressük, viszont ha valamelyik ág, valamelyik más felekezetből jött be, akkor azoknál az egyházaknál kell keresni, és így nehezebb a kutatás. Ismerek olyan kutatót, aki 20 évet szánt a családjának, a történetének a kutatására. Itt is van köztünk kiállítva a Morózki család. Mikor rádöbbent arra, hogy egyetlen egy dátumnál nem a saját családját, hanem egy unokatestvéri ágon ment tovább, hiába felkutatta a környező országokba, onnantól kezdve újra kellett építeni a családfáját. 2024-ben ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját a Vakok és Gyengéllátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete.
ezért a tavasszal megjelent hangos könyv is az Ajándék címet kapta. Az elmúlt 20 évről az Egyesület elnökével és önkéntesével, Nemes Nagy Tündével és Csiki Nándorral beszélgetünk. Sziasztok, jó estét! Ugye az elnök Tünde, Nándi pedig az önkéntes, aki hát hatalmas szakmai tudásával tulajdonképpen a nemzetközi vizekre is most már elkalauzolta az Egyesületet, és ezzel kapcsolatban nagyon friss élményeitek vannak. Éppen mondtam, hogy én még itt pár órával ezelőtt Prágából láttam posztolni Tündét, de azért ez ugye már akkor itthon voltál. Igen. Köszöntöm a nézőket, és köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk. 2024. szeptember 1 és szeptember 4-e között Prágában jártunk egy szakmai tanulmányúton, ahol azt néztük meg, hogy a cseh kollégáink hogyan művelik a látássérültekkel való foglalkozást. Na, erről majd Nándit kérdezzük. Tulajdonképpen ez már egy ilyen ünnepi alkalom volt, hiszen úgy gondolom, hogy egy kicsit kiszakadni a mókuskerékből, együtt lenni, világban tájékozódni, új információkat szerezni, barátokat szerezni, az mindenképpen egy nagyon klassz dolog. Hát 20 évvel ezelőtt még gondolom, hogy pici baba lépésekkel indult az Egyesület, és akkor nem is sejtettétek, hogy ennyi minden fog történni, ennyi eredményt, sikert tudhattok magatokénak, és azt gondolom, Tünde, hogy azért ebbe a motor te vagy, mondhatjuk ezt, ugye? Igen, hiszen 20 év én vagyok az Egyesület elnöke. 2004. december 27-én jegyezték be hivatalosan az Egyesületünket, és akkor még csak úgy gondoltuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében fog dolgozni az Egyesület, ebben a megyében élő látássérültek ügyes bajos dolgaival fogunk foglalkozni, és nekik fogunk olyan szolgáltatásokat nyújtani, amire igényük van. Aztán 2010-ben álmodtunk egy nagyot, és országos működési egyesület lettünk, tehát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyel, de már Magyarország egész területén kifejtjük a tevékenységeinket, illetve szolgáltatunk látássérülteknek. Hangstúdiónk lett, brájnyomdánk lett, brájnyomtatónk lett, telefotás szolgáltatásunk van, országos brájolvasó versenyeket szerveztünk, idén már a 19-et, és több olyan közösségi programot is megvalósítunk szerte az országban, amire a látássérülteknek igényük van. Közben pedig azért te is elvégeztél még egy-két iskolát, vagy főiskolát, ugye, ha jól tudom? Igen, úgy gondoltam, hogy az én gyakorlati tapasztalataimhoz azért az elméletre is szükség van. 5 évig voltam a Nyíregyházi Egyetem hallgatója, alapképzésben közösségszervezést tanultam, ennek nagyon jó hasznát veszem, amikor közösségi programokat szervezek, illetve humánfejlesztés volt a szakirány, és innen már csak egy lépés volt az andragógus mester diploma megszerzése, itt pedig a kedvenc témám a látássérültek oktatása, felnőttkori tanulás került előtérbe. Hát már tényleg olyan motor vagy, akiben bődületes energiák vannak, mert ezt a kettőt együttműködtetni tényleg, ez lehet, hogy 24 óra is kevés lenne egy átlagembernek, úgyhogy gratulálunk, Tünde. A főiskolán találkoztatok Nándival, vagy ez egy más jellegű történet? Nándi, mesélj egy picit arról, hogy hogyan kerültél tulajdonképpen az Egyesület bűvkörébe. Más jellegű történet teljes mértékben. Én rockzenész is vagyok, hobbi szinten, és egyszer volt egy olyan zenekar, hogy Múzeum Rock Band, és annak a billentyűse Dankó Pál, aki az Egyesület oszlopos tagja, maga is látássérült, és hihetetlen és csodálatos módon egy remek zenész a látássérülés ellenére. Azért sok remek látássérült zenész és énekes van. Tehát ez tényleg csodálatra méltó, tehát én belezenéltem körülbelül 3 évig ebben a zenekarban, és ennek kapcsán Pali engem bevont különböző tevékenységekbe ott az Egyesületnél, és így találkoztam Tündével is, illetve az Egyesület többi tagjával, és azóta, amiben tudok, időm engedi, illetve hát a profilom engedi, becsatlakozom és segítek.
Ugye ezt picit úgy zárójelben hangzott el, de azért én ezt szeretném igenis nyomatékosítani a nézők számára, hogy te önkéntes vagy. Tehát neked nem ez a főállásod, és ahogy mondtad, amikor időd engedi, de tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez átszövi a te teljes életed, mert hogy már olyan régóta vagy itt, és annyi mindenben segítesz, hogy nem tudnál csak úgy kilépni ebből a feladatból. És ugye hát hála annak, hogy kiváló nyelvérzékkel rendelkezel, és tolmácsként is funkcionálsz, gondolom, hogy nagyon nagy segítség vagy. Te hogy érzed, hogy mik azok a területek, vagy mik azok az eredmények, amik például a te munkádnak is köszönhetőek? Az én eredményeimet semmiképpen sem szeretném aláhúzni, de különböző dolgokban szerencsére Tünde ugye nagyon nyílt és dinamikus egyéniség, aki nagyon érdeklődik a különböző jó gyakorlatok iránt, akár más országokban praktizált tudás iránt, és ebben a tekintetben be tudok csatlakozni, és tudok kapcsolatokat szervezni. És Ilyen volt ez is, de korábban voltunk egy Bécsben, az ottani osztrák szövetségnél tettünk szakmai látogatást, aztán utána volt egy német szakértő bevonásával történő konferenciánk, ez egy online konferencia volt, ami szintén ebben a témában zajlott, most pedig egy elég nagy szabású, átfogó programot sikerült Prágában szerveznünk, ami persze részben véletlenek hálózata által jött létre, hiszen nekem volt egy olyan volt eltés ismerősöm, aki azóta Prágában a láthatatlan kiállítás vezetője, ő egy magyar hölgy, és őt kerestem meg első körben, hogy lehetne a szó arról, hogy fogadja a mi nyíregyházi delegációnkat, illetve az ő segítségével eljuthatunk-e a Prágai Országos Egyesülethez, illetve egyéb ottani látássérültekhez köthető alapítványhoz, és mindenre a válasz igen volt, és így jött létre egy nagyon gazdag szakmai program Prágában. Jövőre pedig Berlinbe készültek, ugye? Ez így van, akkor mondjon most már Tünde is erről valamit. Gondolom, hogy egyébként a 2024-es év az gyakorlatilag az ünnepéve, tehát nem lesz olyan rendezvényetek, vagy bármiféle találkozásotok azért, ahol erről a jubileumról így vagy úgy ne emlékeznétek meg, akkor egy picit a jövőről. Igen, ebben az évben is lesz Fehérbot napja, amikor az önkéntességért díjat fogjuk majd átadni, azoknak a szakembereknek, önkénteseknek, akik az elmúlt 20 évben rengeteget tettek azért, hogy mi látássérültek napi szinten jelen lehessünk, vagy hogy sikeres legyen a munkánk. Ezt a díjat egyébként Nándi is megkapta, ő volt az első látó önkéntesünk, akinek ezt a díjat átadtuk és elismertük az önkéntes munkáját, hiszen már 10 éve dolgozunk együtt. Az Erasmus lehetőséget biztosít arra, hogy Job Shadowing program keretében a civil szervezetek is külföldről hozzanak jó gyakorlatot, fejlődjenek. Jövő tavasszal Berlinben fogjuk megnézni, hogy ott rendszer szinten hogy működik a Vakok Országos Szövetsége, és milyen felnőtt tanulási lehetőségeket biztosít a látássérült felnőtt embereknek, miután elvégzik a 8 általános, tehát hogy szakképzésben hogyan vehetnek részt, ha részt vehetnek, és hogy mi történik akkor, hogyha nem egyetemen szeretnének tanulni, hanem mondjuk 40 évesen úgy döntenek, hogy ők még szeretnének valamilyen szakmát szerezni, hogy eredményesen tudjanak bekapcsolódni a foglalkoztatásba, tehát ezt fogjuk majd Berlinben megnézni, illetve hogy milyen lehetőségek vannak a múzeumban, hogy hogyan tudnak ott andragógiai keretek között tanulni. Hát akkor ez még a jövő zenéje. Hát kívánjuk, hogy mindez legalább olyan érdekes és sikeres legyen, mint a prágai utatok, és hát minden önkéntesnek, illetve minden tagnak, aki ezt az elmúlt két évtizedet, vagy akár egy pár évet végigkövette, azoknak kívánunk jó egészséget, és a továbbiakban is sok sikert ehhez a munkához. Örülünk, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen a lehetőséget! Kedves nézőink, elérkeztünk a mai weekend végéhez. Tartsanak velünk a jövő héten is. Én már a búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét és jó pihenést kívánok, viszontlátásra!